ez egy olyan szakma, hogy csak őszintén lehet csinálni, és így is még a betegség jellegéből adódóan garanciálisan gyógyítani nem lehet. Betegnek joga van betegségéről mindent tudni, még ha olyan betegsége is van, ami gyógyíthatatlan. Kivettem kovályokban, bevettem a kocsmába, ittam egyet. Darab váltam bátorságba, átgondolom, ez nem is velem történik. Meg lehet tanulni, beszélni mikrofonnal is, annélkül is, és lehet az életminőséget javítani.
beszélgetés, együtt létezni. És ez is megerősít abban, hogy ahány sorstársam van, annyiféle történet, annyiféle élet. Levettem, megnézte, azt mondja, hogy nagypapa
nem jól gyógyított meg a doktor bácsi, mert van neked ott egy luk. Majd én meggyógyítlak, be fogom neked ragasztani, és akkor nem lesz ott. Hát az ő könnyegig megható volt, és egy olyan lökést adott, hogy maga biztosabban, bátrabban mertem mozogni a családom belül, hát először ott kellett, vagy a másik kisunagámhoz kislány, annak pedig annyira tetszett a mikrofon, hogy állandóan beszéltetni akart, hogy nagypapa még, és ad idején is, és ő is próbáltatta, és nagyon mérges volt, hogy neki nem sikerült a mikrofonnal beszélni. Adottság valamennyi kell hozzá, nem kell rendkívüli manualitás. Egyébként is a manualitás egymagában nem ér semmit, tehát ehhez kell még egy hozzáállás, szemlélet. Az orvossá válás fokozatai pedig a végzés után, ha az ember 10 év alatt, vagy 10 éven belül jobban mondva, hozza a szintet, akkor valószínűleg jó orvossá vált. Ha nem, akkor nem is érdemes tovább forszírozni. A másik dolog, ez kritérium annak, hogy az ember hol kezdte a szakmát, milyen körülmények között, és mint már mondtam, és milyen hozzáállással. Annyiban észlelem, hogy az idő múlik, és az ember minél több beteget operál, és minél többet tapasztal, annál jobban tudja azt, hogy tulajdonképpen ebben a szakmában milyen kevesebb tud, és talán annál óvatosabb is. De az óvatosságot nem kell egy szakmai visszafejlődésnek érteni. Ez egy bölcsesség tulajdonképpen, ami a gyakorlatból fakad. Tehát az ember tudja, hogy meddig mehet el. És hát tulajdonképpen ez adja meg a szakmai rutint egy idő után. Valószínűleg ott fogom megterelni, hogyha hát úgy mondom. Hát ott van, mindenki. Nem felejtem el, mert olyan volt, mint a villámcsapás. Egy idősén kége szakorvoshoz mentem be, ő volt akkor. Ment a rendelésre, hozottam a papírt, leültetett, megmondta, kihúzták a nyelvemet, és azt mondta, hogy a ember magának kége rákja van. Azt mondta, megnyílik alattam a föl. Én már tudtam, mi az, mert a borsomon keresztül, tehát mondom, ez nem létezik, biztos valami tévedés van. Én csak egy pár napot akartam pihenni, tehát semmi fáj, semmi rossz érzésem nincs. Súlyom megvan, tépvágyom van, tehát semmi különöset nem érzek, biztos tévedés van. Azt mondta, nem, azonnal, ne is menjen haza, menjen az Istvánba, itt a szomszédba. És azonnal megcsinálják a szövetbanit, és meggyőződik rá, de higgyen nekem, de én idős orvos vagyok, ránézésre, ez rossz indulatú, 99%, és nem szoktam tévedni. És gondoltam, hogy ha én már itt takarítottam a honvéd kórházba, és láttam a kollárfőrös úr tábláját, pont a gégészetben, pont az ő irodáját is csináltuk. Na, megkérem őt, hogy mivel itt dolgoztam, megnézzem meg ő is. Ismerem, hogy az apusomat is műtötte, bizalommal voltam hozzá. Hát, ha mindenki tévedett, és azt mondja, maga menje haza. Január közepén jelentkeztem a főorvosunknál, aki mondta, hogy sajnos olyan gyorsan nő a rák, a daganat, hogy nincs idő gondolkodni. Ő szívesen megcsinálja a műtétet, és garantálja, hogy 100%-ig sikerül, és kérdeztem, és nem fog szétszólódni a rák. Sose felejtem, azt mondta, nem vagyok én jó Isten, hogy nem rákban fog meghalni, de hogy nem kége rákban, az biztos. Beírott az irodájába, és mutatta, hogy böfögni kell. A nyelőcsőbeszéd technika alapja az, hogy nyeljen le a levegőt, böfögjek. Én nem tudom, hogy máshogy van vele. Én nem tudtam befogni. De előtte nekem annyira belém volt nevelve az, hogy befogni a legkusztustalanabb dolog, hogy egyszerűen állunk az olyan tabu volt, de elve nem is állt rá a hozzáállásom nem volt meg. De olyan szépen mutatta és olyan hangosan, hogy próbáltam. Enni a levegőt, úristen, ne
feleségemnek. Megbocsolta az orvos, mert ott kiírta mellém ápolónak, hogy ott legyen velem, hogy megmondni kéne mondani, hogy hiába gyerem a levegőt, nem jön le. Abszolút nem tudom befogni. Visszamentem a főorvosra, és nem tudom befogni. Ezt mondta, hogy akkor próbáljam meg. Ásványvizet igyak, szénsavasat, az gáz képződik, és csak majd fogom befogni. És akkor, amit a főorvosul adott, ilyen beszédtechnikai alap dolgot, egy képen papír, ami két szótagos hangok voltak, csak ilyen egyszerű, ilyen gügyögés, ezeket tanuljam, és ezzel hang szerint akkor menni fog. Egy hónap alatt tökéletesen megtanultam szótagolva beszélni, és nagyon boldog voltam, mert bejöttem kontrollra, vizsgálatra, és megálltam a főorvosulat, és kérdeztem, hogy van főorvos úr, szóltak volna. A főorvos úr úgy megörült, összecsömítette a nővéreket, osztályt, hogy nézzék meg, most műtöttem, nagyon kontrollra, és ő kérdezi tőlem, hogy én hogy vagyok. Azt én nem tudom megmondani egy beteg számára, hogyha én megjelenek egy ajtóba, vagy a rendelőbe, hogy az mit jelent az ő számára, egy vizuális élményként én mi vagyok, megnyugtató vagyok, felidegesítő vagyok. Aztán, hogy mit mondok neki, azt se tudom, hogy hogy értékelj, csak azt látom, hogy nem tiltakozik, nem kell kényszerítenem arra, hogy most én gyógykezeljem, tehát ők keresnek meg, és a végeredmény tényleg az van, hogy lefekszik a műtőasztalra, és rám bízza a sorsát. Most, hogy ez az én részemről milyen folyamatot indít el, és mit indukál, és ez hogy működik, erről nem tudok beszélni, és nem is tudom. Ezt a betegek jobban el tudják mondani, gondolom. Számomra a beteg az egy ember, tehát tulajdonképpen az orvos számára a legfontosabb a természetnek a tisztelete és szeretete, és természetesen ebben elsősorban az ember tisztelete és szeretete. Ez a szeretet más, mint a mindennapos szeretet, annál sokkal több, mert mint mondtam, két ember között ennél meghittebb kapcsolat megítélésem szerint nem létezik. Tehát itt nem arról van szó, hogy egymást megajándékozzuk szeretetben, és ez a szeretet körülbelül arányos legyen és egyforma legyen, itt arról van szó, hogy én rábízom a másikra az életemet. Vakon. Úgyhogy nem ismerjük egymást. Talán pár napja ismerjük egymást. Na most hát az orvosnak természetesen ez a hivatása. Ezért van, ezért orvos. És itt van az erkölcsi felelősség már tovább, hogy ezzel visszaélni semmilyen szinten, még beszélgetés szintjén sem, sem a gyógyítás előtt, sem közben, sem utána visszajönni nem lehet. Tehát ez a viselkedésforma, ez kötelező az emberre, mert különben nem lehet ezt a szakmát csinálni. Hogy ezt a viselkedést az ember tanulta, vagy hozza, én azt hiszem, hogy nem lehet megtanulni, valami adottság kell hozzá. És itt visszakanyarodhatunk a család szerepére, és a nevelés szerepére. Tehát van az egyetemen sok mindent meg lehet tanulni, műtéttechnikát meg lehet tanulni, műszereket meg lehet ismerni. Amit nem lehet megtanulni, ez az a plusz, amiről a betegek is beszélnek. Ez a plusz kívülről, hogy látszik, ezt én nem tudom megítélni. Hál' Istennek biztos jól, mert még nem volt beteg, de olyan helyzetem, hogy visszautasított volna bármilyen gyógykezelést. Ezért mondom, az orvos egy átlag ember, talán az erkölcsi magatartása és a szakma jellegéből adódó speciális helyzet az orvos számára, és nem csak a beteg számára adja azt, hogy az ember ilyen, amilyen. Én mert nem tudom megcsinálni azt, hogy jöjjön vissza holnap, és akkor kicserélem. Vagy helyrehozom, ami nem. Van nem, nem amit nem rontottam, ami nem sikerült. Na most ez egy olyan felelősség a
beteg bizalmának a nagy súlyával együtt, amivel mondom, egyszer nem lehet másképp foglalkozni, mint élni vele, de nem visszajönni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Tekintet, hogy ötször operálták az autóját, nem tudom neki indok nélkül neki ugrani. A beteg bizalmának a megnyerése az egy nagyon komplex dolog, de hát valahogy ezekből és a betegek által elmondott dolgokból valahol összeadódik és összetehető. És ez a legfontosabb, mert a többire már van recept, csak a receptet helyesen kell alkalmazni. Számomra a legnagyobb siker minden esetben és minden betegnél az, hogy a beteg úgy távozik, hogy nem csak a szoros ellátással, hanem az ápolással, a nővéreimmel, a nővéreim munkával, a mentős nőkkel, és az egésszel elégedett, annak ellenére, hogy Magyarországon a beteg elhelyezés, étkeztetés, tehát a hotelszolgáltatás, az mondhatnám, hogy megalázó a beteg számára, és egy töredékese annak, amit otthon élvez ezekből. Pedig hát beteg embernek talán több járna arra a rövid időre, amíg itt fekszik nálunk. De hát ez mind anyagi kérdés. És ebben mondom, hogy a technikai előrelépés az nálunk az esetek többségében csak vágyálom és helyben járás. Az egész ember gyógyítását úgy tudom elképzelni, hogy a betegségek okát tisztázunk, a betegségeket megelőzzük, tehát óvjuk a beteget, és itt jön az a szempont, hogy az egész beteg gyógyítása, és nem a szervek betegségeinek a gyógyításáról van szó. De hát ehhez azt hiszem nem csak Magyarországon, a világban még nagyon sok időnek kell eltennie. És itt hiányzanak a nagy elődök, akik egyszerű dologból csodákat műveltek. Tehát kellene most egy olyan csoda ember, aki például a gégerákokát fel tudná fedezni, és már ez a betegség eltűnne a földszínéről. Ők hiányoznak. És nem azonos természetesen. Ez a fejlődés, mert ez egy ugrás a technikai fejlődéssel. A gyerek az egy külön dolog. A gyerek az nem miniatűr felnőtt, az egy más világ. Egy gyereket nem lehet elszakítani az anyja mellett. Mert nem érti, hogy mi történik vele. Nem is fogja sosem megérteni, és olyan lelkisérülés szenved, ami egy életen keresztül végigfordoz magában. A gyerek az az anyám mellett, és az anya test közelségében érzi biztonságban magát, de egy kórházban nem. Mai nap is olyan műtéteket végeznek, olyan érzéstentésben, amit a gyerek megél. Nem csak a fájdalmat, hanem ezt a kiragadott helyzetet, ezt a kiszolgáltatott helyzetet, és egyszerűen nem értem, mi történik vele, és mit csinálnak vele. Nagyon ritka az a kórház, ahol a szülő befekhet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, és voltam, hogy gyerekekkel és felnőttekkel is foglalkozhattam az elmúlt 32 évben, de ebben a munkában a gyerekek egy külön helyet foglalnak el az életemben. Tulajdonképpen én nagy segítséget kaptam az életben azzal, hogy mindig érdekelt sok minden a szakmámon kívül, a mezőgazdaság, a kertészkedés, tehát a különböző szakmák, az asztalos szakma, a fémmel való foglalkozás. Én magam is tudok hegeszteni, és egy csomó olyan dolgot csinálok, amit nem minden orvos tud. Tehát eleve a kontaktusteremtési lehetőség, a közös dolgokról való beszélés adott. Úgyhogy én szót tudok érteni a parasztbácsival, szót tudok érteni az idősnénivel, szót tudok érteni a gyerekekkel, mert én magam is gyerekeket neveltem. Ez a sokrétűség tulajdonképpen is, ez a sokrétűség is hozzájárul az, hogy az ember hitelképes a szülők előtt is, és a gyerekek előtt is. Thank you.
sötét után. Nem éreztem az illatot, a szagot. Megdöbbentem arra, hogy lenőm egy föli majot. Körülöttem tetvet, és abszolút mit ott se lett volna. Nem éreztem a nőnek az illatát. Első kontrollnál, mikor tudtunk beszélni róla, főorvosot kérdeztem, hogy mi van a szaglással, az ízlelés rendben van a karjában, de az illatot nem érzem, és komoly probléma, mert engem a feleségem illata, a nő illata az inspirál, és nem érzek semmit, se a nővér, se ki mellettem. Sokkal elmagyarázta a főorvos úr, nem tudja maga megkapni tőlem a képet, mert a nyelőcső és a szpor az egy csövön van rajta, és itt kapja a levegőt, mert nyilván azért nem éles szagot, mert nem tudja az órán keresztül átszívni a levegőt, nincs szagóérzék, ezért nem nincs levegőáramlás. De azt mondja, fog egy lufit, majd nem most, de most nem szabad erőltetni, és majd fő fogja fújni, meglátja azt, hogy érezni fogja a szagot. Nem akartam elhinni neki, mondom, hülyeskedni, biztos jó fújni, akkor fang nem jön ki. És tényleg otthon nagyon bátortalanul, amikor kezdtem a befögést, gondoltam, hogy belebefögök a lufiba, lesz-e levegő. És észrevettem, hogy valami jött ki. És akkor, amikor ahhoz, hogy kijönjön, le is kellett nyerni, de már nem lenyeltem, hanem egy húzatot vettem, úgy, mint a levegőt vennék, hogy a levegő lengyel vissza tudjon adni. És láttam, hogy a lufit kis sárga dinnyéig föl tudtam fújni. És érezni kezdtem a szagot úgy, ahogy a főorvos úr mondta, levegőáramlás megindult. Sőt, meg tudom fújni a szilveszteri trombitát, nem úgy, hogy a teljes erőből, de megszólal a csíp. Sőt, a házbeli kislány hozta nekem a úgy ismerős, mint anyós nyelv. Összekunkorodom reggel, fújni és kiszalad. Olyan boldog voltam, mikor először ki tudtam fújni, hogy kiszaladt. Be is akartam hozni a főorvos úr, megmutatni a tudományt, de mondom, komolytalannak fogint tartani, anyus nyelvet hozunk be. De ez hozta meg azt, hogy a gépet, hanem használtam, a hasra is működött, és ezáltal a levegő is az orron keresztül a mai napig jobb a szagláson, mint a családban a nőtagok. Másik füledet, az békén megmarad. Az megmarad. Az megmarad. Rájöttem, hogy valóban elvézelmezett a szaglásnak a 90%-a, de azért, hogyha beállok az orgona bobor közepébe, akkor érzem az orgonának az illatát, de tényleg bele kell fúrni az automatajokba, amit meg akartok összavulni. Lehet az tökéletesen kávét, illatokat, bármilyen. Bocsánat, azokat én is érzem, megmondom miért, mert azok megerülnek a szájba, és ennek következtében valahogy kilégzítni van, kivel áramlása a levegőnek az orronát, és az már akkor izgatja az orr, van a szín
mindenki készülékeket nyilvánvaló ezért van, hogy az étel illatát érezzük. Csak ami kívülről jön, azt nem érzed össze, annak már bemelek ellen áramolni és... Kb. Mikor kezd csurogni isteni illat, ugyanakkor a különböző környiket olyan szépen meg lehet különböztetni, hogy melyik micsoda vagyon. Csak figyelni kell. A legdúsabban őnek az illata. Hát igen, ez a megborosztályodnak az előjoga, de ők már nagyon hatóran van. Még egy-két szóra szeretnék visszatérni az orvos és a betegek kapcsolatára, és hangsúlyozni azt, hogy én úgy tapasztaltam, és ez a határozott meggyőződésem, hogy az orvos, pláne hogyha műtétre kerül sor, akkor az ő határozottsága és őszintesége az a döntő jelentőségű, nem csak abban, hogy az ember aláveti-e magát a műtétnek, vagy nem, hanem a továbbiakban is megadja azt az alapot, azt a bizalmat, ami nem csak az orvos iránti bizalom, hanem abba való bizakodás itt megerősödése is, hogy meg fogok gyógyulni, életben maradok, és lehet így is élni, és kell is élni így is. Hát, és a beteggel való együttérzés az orvos részéről, a őszinte egyedi együttérzés, soha nem felejtem el, hogy műtét után intenzív osztályra kerültem, és egy-két nap múlva a főorvos úr bejött, megnézett, és azt mondta, hogy nem kell tovább itt maradni, megfogott, és az ölébe hozott ki onnan az intenzívről, és vitt be a kórterembe, az annyira megragadott, és annak olyan hatása volt rám, hogy szinte felvillanyozottam, és azonnal a remény és a gyógyulás elősegítve nagyon-nagyon sokat segített. Problémának az eltörpült,
meg is foglalkoztam vele, és idekeztem a családban, szabadabban élni, mint aki időt nyert az életre, és azt ki is kell használni. Tehát meg kell látástól makulásig dolgozni. Csak azért, hogy valami több legyen, vagy anyagilag jobb lét közé, jobb körülmények közé kerüljön az ember. Inkább az, ami van az embernek, illetve azt élni kell, átutazni, látni, és azokat a dolgokat megismerni, amire előtte nem tulajdonított pontosság, vagy nem volt ide. Ez valahogy most, amit tét után előtérbe került, és úgy él az ember, hogy azt mondja, legközelebb ilyen szituáció legyen, ne sajnálja az, hogy meg kell adni. Érteni a mikrofonban, mondunk, egészen jó érdemű. Elemején is kíváncsi lennem volna, mert az üzenet rögzítőn az imót módokban már megtapasztalni, hogy mit jelent át a hopik szalom, amit mondok át, az egy kicsit ijesztő, de hát nem bővele törődni. A lényeg az, hogy érdemű legyen.